műsorunk támogatói, Munerisz Konzorcium, Ibl tervezőiroda. Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, önök a Foci és Sport című műsort látják. Ma egy kicsit csúszós témával fogunk foglalkozni, hiszen a korcsolya pályákra kalauzoljuk el önöket, nem is akárkivel, hiszen Sebestyén Júlia, Európa-bajnok, műkorcsolyázó, nyolcszoros magyar bajnok a vendégünk, és egy tanítványa, edzőtársa, Lalátka Olivia, aki nem véletlenül van itt velünk, hiszen az utánpótlás edzője, és természetesen itt van velünk a stúdióban Takács Tibor, adásunk állandók szakértője. Szeretettel üdvözlöm a nézőket, és hát azt hiszem, hogy ilyen még nem volt, hogy három hölgyel vagyok a kamera előtt és a nézők előtt, úgyhogy ez egy történelmi műsor. Na kérem szépen, csak mondtam én, hogy csúszós vagy sikamlós témákra fogunk rátérni. Hát igen, azt mondták, hogy vagy azt szokták mondani, hogy a jég az nagyon csúszós. Hány éves korban érdemes, és akkor rögtön kezdjük ezzel a csúszással, érdemes rávinni a gyerekeket a jégre, és milyen korcsolya cipőben, ugye itt majd beszélgetünk a nagy sikerekről is, de tudom, hogy szívügyetek az utánpótlás, és hát a Sebestyén Korcsolya Sport Egyesület is az utánpótlás nevelést tűzte ki célra, és nem is akármilyen egyen eredményeitek vannak, de hát erre majd mindjárt rátérünk, szóval. Igen, amikor befejeztem a pályafutásomat, akkor mindenképpen az volt a célom, hogy az utánpótlás nevelésben részt vegyek, és a magyar sport jövőbeli sikeiért tegyek valamit. Létrehoztam az egyesületemet, és a Marcibányi Sportcentrum területén működő kis jégpályán kezdtük el az úgynevezett jégiskolánkat, ahol megpróbáljuk azokat a már 2-3 éves óvodáskorú kicsi gyerekeket behozni a jégpályára, illetve megszerettetni velük ezt a sportot, akikből majd remélhetőleg a későbbi nagy bajnokok lesznek, és hát mindenképpen az a célunk, hogy minél több gyerek szeresse meg ezt a sportot, hiszen ahogy szokták mondani, az utánpótlás nevelés piramisa, az minél szélesebb, az annál nagyobb az esély, hogy oda a csúcsra feljut valaki. Rögtön lehetne mondani, hogy a nagy tradicionális korcsolyázó népek, mint az oroszok, vagy annak idején a szovjetek, ugye hatalmas merítésből tudtak csillagokat nevelni. El lehet árulni, azt hiszem, hogy Lalátka Oliviának az édesanyja orosz, és amikor én egyszer egy nagyon sok évvel ezelőtt csináltam egy fantasztikus filmet egy orosz hölgyekről, árultársaságban, ami anyukád volt a főszereplője, aki egy remek orvos egyébként, akkor már kiderült, hogy ott korcsolyások, korcsolya edzők voltak abban a baráti körben. Az, hogy te picikorodban korcsolyázni kezdtél, az anyu baráti körének köszönhető, vagy annak a közegnek, amiben fölnőttél? Nem, ez anyukámnak köszönhető, mert ő volt a, és mai napig is a korcsolyának a szerelmese. Nagyon sokat korcsolyázott, egészen Axel ugrásig eljutott, úgyhogy azért ő is szép eredményeket ért el. Igen, aztán sajnos abba kellett hagynia, és amikor felmerült, hogy én nekem valami sportot választ, akkor egyértelmű volt számára a műkorcsolyam. Te is korcsolya közelben voltál egészen 4-5 éves korodtól kezdve. Tiszaújváros milyen közeg volt ahhoz, hogy te ki tud nőni magad? Azt szokták mondani, hogy a nagy sikerekhez a szerencse és hát a sors is nagyon kell. És nekem az volt a szerencsém, hogy Tiszaújvárosban, ugye akkor nyílt egy nyitott jégpálya a TVK szabadidőközpont területén, és mivel nagyon eleven kisgyerek voltam, ahhoz, hogy egy kicsit levezessék a felesleges energiáimat, az akkor induló jégiskolába elvittek, és akkor ott ugye egy edzés után rögtön kiválasztottak, tehát az, hogy én a korcsolya közelébe kerültem, ez annak is köszönhető volt, hogy volt jégpálya, hiszen ugye ez a sport akkor működik, hogyha minél több időt jégen tudunk tölteni, és ez egyedülálló volt Tiszaújvárosban, sokáig egész Európában, hogy ez egy télen-nyáron működő jégpálya volt, hiszen ez a sport is
akkor tud minél nagyobb szinten működni, hogyha a nyári időszakban is jégen tudunk lenni. Milyen furcsa, hogyha Sebestyén Júli mondjuk Debrecenbe születik meg, és ott egy eleven kistany, akkor lehet, hogy a jég közelébe se kerültél volna. Ott is volt jégpálya, de én azt gondolom, még mindenhez nagy szükség volt arra, hogy a 90-es években Tiszaújvárosba költözött egy örmény-orosz házaspár, Gurgen Várdenyen és Jerenei Pákján, akik mellett már egy profi szinten tudtunk készülni, és nagyon jó alapokat kaptam, ami később meghatározó volt a pályafutásomban. Mikor látjátok bármelyikötök egy kisgyerekbe, hogy abban van valami tehetség vagy affinitás? Én magam nem jól korcsolyázok, de nagyon szerettem. De soha nem voltak jó cipőim. Tehát lehet, hogy egy gyereket kivisznek a szülők, bérelnek egy korcsolyát, csatlik-botlik benne, kibicsaklik a lába, örökli valakitől, és aztán soha nem lesz sikerélménye, és soha nem tanul meg korcsolyázni. Én azt tudom mondani, hogy van, amikor az első órán meglátom, hogy van a gyereknek affinitása a korcsolyához, viszont a tehetség nagyon sok összetevőből áll. Tehát a kitartás, a szorgalom, a félelem nélküliség a jégem, a szép mozgás, a puha térd, a testalkat. Tehát nagyon sok összetevője van a tehetségnek. Így úgy gondolom, hogy ez ilyen folyamatos munka mindig a gyerekekkel, hogy kibelátjuk azt a kis csiszolatlan gyémánt, akivel jó később foglalkozni. Nyilván az első órán már felhívjuk a szülőknek a figyelmét, hogy igen, ügyes volt a gyermek, érdemes tovább járni, folytatni, de nagyon-nagyon sok munka van minden későbbi versenyzőben. Mennyire furcsa, hogy azt mondtad, hogy az első óra után látszik, de viszont innentől kezdve érdemes rögtön a gyereket szakemberhez vinni, mert hogyha az anyuka próbálja taszagálni a jégen, vagy a nagymama, akkor lehet, hogy egy életre elmegy a gyereknek a kedve a korcsolyázástól. Igen, nagyon fontosak az alapok. Ezért is volt célom az, hogy az Egyesületben egy olyan rendszert építsünk ki, ahol már a legkisebb első lépésektől profi szakemberek segítik a munkát. Ugye jelenleg 15 versenyzőnk van, és tehát ahhoz, hogy versenyzőket neveljünk, fontos az, hogy olyan kezek között tanuljanak meg korcsolyázni, akik profik, és ugye ebbe az Olivian hatalmas segítség az Egyesületnek, aki ugye a pici gyerekeket nevelgeti, illetve majd később azok a 6-7 éves versenyzők, akik a kezeim közé kerülnek, azok olyan alapokkal rendelkeznek, amivel már könnyebb tovább mennem, hiszen Oliviával nagyon sokszor egyeztetünk, illetve a gyerekek adott edzéseit megbeszéljük, hogy tényleg olyan irányba haladjunk mindannyian, ami a megfelelő. Itt 6 éves gyerekeknél már komoly versenyfeladatokról beszélünk akkor ezek szerint. Tehát akkor érdemes elkezdeni 3 éves korban legalább jégre tenni a gyerekeket, és az első alkalmaktól kezdve szakember kezébe adni. Igen. És aztán itt elválik tulajdonképpen, hogy a gyerek majd hobbi szinten korizik-e, és imádja a jeget, és futkározik körbe, vagy van benne valami tehetség. Fiúknál, lányoknál egyforma ez a korosztályi meghatározás? A fiúk azért később érnek, de ugyanúgy várjuk a minél korábban elkezdő gyerekeket, sőt én már 11 hónapos gyereket is láttam lépegetni a jégen, illetve hozzám 2 éves kortól is jönnek gyerekek már a tanfolyami órákra. Nyilván ez mindig az érettségi szintjétől fog a gyerekeknek, a saját tempójukba haladunk velük. Azért nagyon fontos ebbe a korba, hogy itt megszerettetjük velük a mozgást. Nincs nagy elvárásuk velük szembe, tehát azt szeretnénk csak, hogy szeressék, amit csinálnak, játékosak az óráink. Úgyhogy a későbbi igazi munka az tényleg már akkor kezdődik meg, amikor valaki versenykategóriába kerül. Hány éves korba kerülnek versenykategóriába ezek szerint? Már 6 éves versenyzőink is vannak. Ugye a műkorcsolya egy
nagyon korai sportág, nagyon fiatalon kell magas szintre eljutni. Éppen ezért nagyon nehéz az, hogy megtaláljuk azt a középutat, tehát ahogy Olivia mondta, a játékosság, a jégszeretete, de ugyanakkor már ahogy a versenyek felé közeledünk, egy kicsit a komolyabb munka, a céltudatosság, az odafigyelés, és hát nem utolsó sorban a szülőknek a kitartása, támogatása, hiszen a hajnali órákra a gyerekeket a szülők hozzák, és bizony a szülőknek is fel kell kelni hajnalban, ami nem könnyű feladat. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy csapatmunka, és hogyha már itt a szülő, edző, versenyző kapcsolattáról beszélek, akkor nagyon fontos, hogy tényleg együtt tudjunk működni, hiszen a szülők nélkül nincsenek versenyzőink. Azt gondolom, nem tudom, Tibi, közben nyugodtan szóljál közben, hogyha van kérdésed. Nekem rengeteg kérdésem van, és lesz. De nyugodtan kérdezem, hogy gondolod. Úgyhogy... Akkor rögtön egy picit a jégszülőkre rátérnék, mert annak idején tényleg azt lehetett mondani, hogy legalábbis akkor, amikor én fiatal voltam, akkor volt Almási Zsuzsi nagy versenyző, és mindig azon izgultunk, hogy a dupla axelt meg tudja ugorni, vagy nem tudja megugorni, és azóta annyira elszaladt a világ, hogy az valami döbbenetes. Tehát egy olyan hatalmas fejlődése volt a korcsolya sportnak, amit nem is tudok hogyan kezelni. Mert ami tényleg annak idején a legfelsőbb, de egyébként majdnem minden sportágban így van, hogy hatalmas a fejlődés, de ez hogyan lehet lekövetni? Tehát ahhoz képest, ami a te Európa bajnoki gyakorlatod, ahhoz képest biztos már, nem tudom én, a másik korosztály is triplákat, meg négyfordulatos ugrásokat ugrik. Most nem vagyok teljesen tisztában azzal, hogy a te gyakorlatodban mi volt benne, de hát azóta is eltelt már 10 esztendő, vagy 15 esztendő, most nem is tudom hirtelen, mert mikor te a 2002 és 2010 között igen, voltál magyar bajnok. Igen, 9-szeres magyar bajnok vagyok, 2004-ben nyertem az Európa bajnoki címemet, de már 13 évesen Európa bajnokságon indultam a 95-ben. Hát az őrület azért, igen. Tehát itt látszik az, hogy mennyire fiatalon már igen. Toppon kell lenni. Én azt gondolom, hogy amikor én korcsolyáztam, én úgy tudtam az ötféle tripla ugrást, edzéseken triplát is bemutattam. Akkor sem volt kevesebb a technikai elvárás, hiszen mindig úgy engedett el az edzőm, a két edzőm közül, ugye Jurák Eszter, aki itthon volt, Julikám, ez azt jelenti, hogy az ötféle triplára figyeljek oda, hiszen az nagyon kell ahhoz, hogy bármilyen eredményt elérjek, és inkább azt gondolnám, hogy a hangsúly, tehát nagyobb hangsúlyt kaptak most már a kiegészítő elemek, hiszen egy forgást ugye szintekkel értékelik, és most már nem pihenésre használják a versenyzők, hanem komolyan számolniuk kell, és ahhoz, hogy ez pluszokat kapjon, nagyon gyorsnak kell lennie, egy helybe kell, hogy végre legyen hajtva. Tehát én azt gondolom, hogy sokkal több időt kell szánni most már a kiegészítő elemeknek a gyakorlására, és természetesen az oroszok nagyon elmentek a mezőnytől, hiszen 12 évesek már négy fordulatost is tudnak ugrani. Azt gondolom, hogy ezért a világ nem tudja ezt követni, mert ha megnézzük a tavalyi világbajnokot, a kanadai Caitlin Osmond, ez egy felnőtt nő, elmúlt már 20 éves, ha jól tudom. Tehát azt gondolom, hogy nagyon sok országban tulajdonképpen az a cél, hogy hosszú távon megtartsák a versenyzőket, és a felnőtt korba érve is kiemelkedő eredményeket tudjanak elérni, hiszen ezek a fiatal orosz versenyzők berobbannak a köztudatba, és egy-két év után szinte eltűnnek, amint a tinédzser változók korba kerülnek. Nem biztos, de miért? A testalkati változások, azok azért nagyon befolyásolják a technikát, a kondicionálisan is, amíg könnyedén tét nélkül ugrálnak 12-13 évesen a versenyzők, a kisebb a félelemérzetük, kevésbé ütik meg magukat a jégen, azért egy felnőtt női test, ugye ha elesik egy triplából, az sokkal jobban fáj, meg ahogy említettem, a testalkati változásokkal kevésbé tud pörögni a levegőbe, tehát azért ez egy nagyon nagy kihívás a versenyzőknek. Azon kívül, hogy a technika fejlődik, azon kívül, hogy ügyesednek a gyermekek,
De szoktatok-e adott esetben a múltra is gondolni, a múltbéli harmóniára, mert ugye a harmónia az egyfajta látványosság. Tehát van-e esetleg arra igény, hogy a régi nagyok, akik nélkül nem lehetnének jövendőbeli tehetségek, a régi nagyoknak a versenyét esetleg levetítenétek a gyerekeknek, hogy lássák, hogy hogy. Ezt azért is kérdezem, mert különösképpen nem mondanám, mert ugye jégtáncról van szó, de orosz származásodat tekintve, nekem Protopopov házaspár, nem tudom, hogy hallottatok-e róla, ő volt, hát csak hallhattatok róla, mert az azért az elég rég volt, de gyermekkoromban fantasztikus volt, amikor gyakorlatilag a holdfénykeringő zenéjére mentek, és hát egy fantasztikus sikert arattak, mint ha tegnap lett volna, én úgy élem át. Ez az egyik dolog, hogy ilyen jellegű, de hogyha most a női műkorcsolyára térünk át, ott is voltak olyan nagy elődök, annak idején fantasztikus volt, amikor Gyula István közvetítette ugye a jégsportokat, ezen belül ugye a műkorcsolyát, jégtáncot, és akkor mondta, hogy hát fantasztikus elemek, dupla axel, tripla szalhoffa, minden volt a világon, és hát, szóval úgy közvetítette, hogy fantasztikus, természetesen a televízióban láttuk, és volt egy olyan híresség női műkorcsolyában, úgy hívták, hogy Anett Pöcs. Hogy igen, tényleg? És akkor volt a következő verseny, és akkor mondta, most már a kis pöcsből nagy pöcs lett. Igen. Ezt azért mertem idézni, mert ugye Gyula Istvántól hallottam, ez egy idézet volt csak. Tehát én úgy gondolom, hogy annak ellenére, hogy sokkal nagyobb a felkészültség, a háttértechnika, fantasztikusabb elemek vannak, de azért az akkori látványosságra és a harmóniára is talán föl lehetne hívni a figyelmet, közben egy-egy arcmozdulatra, egy-egy mosolygásra, az ez is számít a pontozó bíróknál. És akkor tegyük hozzá, hogy mindez megtalálható volt Sebestyén Julinak a gyakorlataiban, mert az arra legalább annyira emlékszünk. Én jobban emlékszem a tiédre, mint az Anett Pöcs gyakorlatára, bár ő is fantasztikus volt. Igaz, az Anett, tehát azért is ismerem jól, mint nemzetközi technikai specialista, nemzetközi világkupán, tehát felnőtt világkupán együtt pontoztunk, úgyhogy együtt ültünk a panelben. Tényleg? Igen. És ez ismeretség megvan. És edzőtáborokban van több időnk arra, hogy az edzések között minden mással is foglalkozzunk, illetve a versenyzőinket tanítsuk. És volt természetesen olyan, amikor régi videókat visszanéztünk, illetve régi versenyzőket, ugrásokat, elemeket, forgásokat, és kicsit rácsodálkoztak, hogy de szép volt ez a forgás. Tehát természetesen igyekszünk arra nevelni a mostani versenyzőinket, hogy a múlttal foglalkozzanak és ismerjék. Az új pontozási rendszer, amit 2005-ben vezettek be a műkorcsolyában, sajnos egy kicsit elvitte a műkorcsolyát a technikai elemek bemutatása felé, olyan követelményeket állítottak, mivel kicsit eltűnt ez az egyediség, érdekes programok, és most kezd egy olyan irányzat újra kialakulni, ahol szintén majd a koreográfia, az előadásmód nagyobb hangsúlyt kap, hiszen, mint ahogy egy Alexei Jagugin Salt Lake City programjára nagyon sokan emlékeznek, így fontos, hogy olyan programokat lássanak a közönség, amik tényleg jó benyomást kell. Hát igen, mert tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy volt egy időszak, most pláne a páros korcsolyázásról, a műkorcsolyázásról, hogyha beszélünk, és nem a jégtáncról, hogy nagyon nagy darab pasik, nagyon-nagyon pici lányok, hatalmasakat ugrottak, nagyon nagyokat dobtak rajtuk, de valahogy az egyéniségük nem volt meg benne, és akkor ez az, amit mondtál az előbb, hogy a gyereklányokat tették oda, akik a hatalmasakat röpültek, és aztán felnőtt korra már nem tudták azt a teljesítményt hozni. Viszont ahogy említettem, egyébként nem olyan rég néztem meg pont, hát ugye az internet az csodákra képes, a Protopopov házaspárnak a gyakorlatát, mert arra voltam kíváncsi, hogy lassított felvételnek fogom-e találni az egészet,
azt tudtuk, hogy nem nagyon szeretnek ugrani, de gyönyörűek a mozdulataik, és most is élvezetes volt a gyakorlat. Tehát olyan összhangban dolgoztak, és pontosan ezek a ugye a Rodnyina, ki volt a Rodnyinának a párja? Irina Rodnyina Zsutkin talán a párja, most nem jut eszembe hirtelen a neve, ők voltak a nagy riválisai a Protopopov házaspárnak, ők viszont sokkal technikásabbak voltak, hatalmasokat ugrottak, és mindig ugye két táborra szakadt a rajongók köre, hogy a látvány, a szép látvány, hogy úsznak a jégen, vagy pedig a nagyobb ugrások. És akkor most pont a pontozás miatt tértem erre rá, hogy nem is nagyon értem sokszor a mostani pontozást. És annak idején tudtuk, hogy kimentek a jégre 5-4, vagy mit tudom én, 4,5, 4,6, ugye, hát ez a nagyon-nagyon a hőskorban volt, amikor még ugye nem voltak korcsolyacsarnokok, hanem tényleg a fagyott jégen korcsolyáztak a versenyzők. Hát az ott nagyon elszakadt a világ, vagy elszaladt a világ, de ez a 100, nem tudom én hány, 70 pont, vagy valami, tehát egyszerűen követhetetlen. Hogyan tevődik össze a pontozás, és hogyha te változtathatnál rajta, akkor hogyan változtatnál? Igen, a nézők nehezen értik, mit jelent az, hogy 200 pont, meg 158 pont. Próbálta a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség egy kicsit úgy érdekelté tenni, vagy egy kicsit érthetőbbé a nézők számára, hogy az aktuális, jelenleg vezető műkorcsolyázónak a pontszámát kivetítették, és aki éppen fut, hogy annak mennyit kell még kapni ahhoz, hogy meg tudja előzni. Uh-huh. Tehát, illetve szezonbeli rekordokat, világrekordokat tartanak nyilván, és akkor, hogy most ez világrekord volt vagy sem, akkor az a közönségnek egy plusz. De mindenképpen még mindig érthetetlen. Én azt gondolom, hogy a sport népszerűségét mindenképpen vissza lehet azzal hozni, hogyha érdekes programok születnek, látványos programok. Most például erre a szezonra bevezették, hogy a négyfordulatosok számát egy kicsit csökkentették, hogy ne lehessen sok eséssel világbajnokságot nyerni, hanem inkább egy egyszerűbb elemet választanak, és azokra, ha plusz értékeket kapnak, akkor sokkal több pontot lehet gyűjteni. Úgyhogy igyekeznek egy kicsit, ahogy mondtam, a sportág népszerűségét visszahozni. Tulajdonképpen mi is a pici gyerekek kell is, nagyon sok kiegészítő edzéseken azzal próbáljuk őket fejleszteni a balettmesterrel, táncórákkal, ahol a kicsit a színház, a színpadiasság, az előadásmód, a kifejezés előtérbe kerül. A jégen is nagyon sok olyan játékunk van, amikor például tárgyakat húznak, és ezeket a tárgyakat csak a korcsolyázással, az előadásmóddal el kell tudni játszani, és utána a többieknek ki kell találni, hogy milyen tárgy van a kezébe, vagy zenére improvizálnak, különböző zenéket teszünk be, és akkor én erre szeretnék, én arra szeretnék, és hát Olivia is a kicsikkel mindig valami játékot talál, amivel egy kicsit ez irányba is tereljük őket, hiszen a hangsúly később a nehéz elemek mellett ezen is van. Olivia, hányszor viszik hozzád egy héten a gyerekeket? Hány órakor? Mi az ideális? És milyen típusú edzéseken vesznek részt azok, akikből úgy gondolod, hogy versenytők lesznek a te korosztályodban? Aztán majd megyünk fel a többieknél. A kicsik olyan 3-4-5 éves korban heti 2-3-szor vannak jégem, és emellett két kiegészítő edzésük van. Van velem már egy műkorcsolya specifikusabb kis száraz edzés, ahol ugrálni tanítom őket, mert ebben a korban, és van egy alapozó gimnasztikájuk, egy balettmesterünk. Tehát akkor ez gyakorlatilag 5 óra minimum. Igen. Igen. Tehát ez 3-4-5 éves gyerekeknek heti 5 óra edzés, és ez hány alkalommal? Tehát 5 különböző alkalommal, vagy korcsolya után van mondjuk egy gimnasztika, vagy egy ugrásedzés? Tehát hogy van összekombinálva? Így van. Mindenképpen egy jégedzés után van a kiegészítő edzésük. Tehát de akkor mindenképpen... Utána van, akkor igen. Miért jobb az, hogy utána van?
Igazából az időbeosztásunk miatt lényegtelen lenne, hogy előtte vagy utána van. Nyilván, amikor már idősebbek a gyerekek, felmennek egy versenykategóriába, akkor már jó az, hogyha előtte tartjuk meg az edzéseket, hogy megtanítsuk őket a bemelegítésre, az ugrásokra, hogy a jégen könnyebben tudják kivitelezni. De most még a kicsiknél az időbeosztás miatt, mert a délutáni edzéseket nehéz megszervezni, nehezen van jégidőnk, így mindenképpen a kiegészítő edzésekkel kell terveznünk később. És hány órát? Sporttól szoktak, nem szoktak, hanem hány éves kortól van a verseny lehetőség? Mert nyilvánvalóan, hogy különböző korosztályok vannak, és mi az, amikor már elérték azt a kort, hogy most már ők versenyszerűen indulhatnak? Én úgy gondolom, a 6 éves életkor. 6 éves? A legalacsonyabb kategória úgy van meghatározva, hogy 6 és fiatalabb. Értem. Tehát akár egy 3-4 éves is elindulhat. 3-4 éves, hogyha ő egy meghaladta korát, igen, egy olyan típus, akkor minden további nélkül, tehát nincs kizáró ok, hogy fiatal legyen. Nincs. Mik a követelmények mondjuk egy 6 éves korosztálynál a versenyre? Igazság szerint egy 6 éves versenyzőnek egy 2 perces programja van, amiben 4-et kell ugrani, 2 forgása van, és egy úgynevezett koreográfia lépéssor, amiben egy kitartott fecske látványelemet kell bemutatni, és 3 másodpercig megtartani. Nekem az a... Én úgy gondolom, én mindig azt próbálom megtartani, hogy amíg a forgást nem tudjuk olyan szinten kivitelezni, hogy az pontot érjen, tehát ne húzzák ki, hiszen a forgásnak is előért követelményei vannak, 3 fordulatot minimum forogni kell benne, és a 2 forgásnak különbözőnek kell lennie, tehát egy úgynevezett állóforgás és egy ülőforgást, ha tud, akkor már van 2 forgásunk. Tehát, hogy ne legyen az, hogy a protokollban, amit a verseny után készhez kapunk, így ki vannak húzva az elemek. Tehát mindenképpen egy olyan szintet el kell érni, hogy esélye legyen a versenyzőnek, a kisgyereknek ezekre az elemekre pontot kapni. És ha ez megvan, akkor utána onnantól kezdve természetesen a cél az, hogy fejlesszük a szinteket, az ugrásokat, ugye szimplából már duplát tanulnak, mikor már az összes dupla-dupla-dupla ugrást tudják, akkor menet közben természetesen elkezdjük már a triplákat, a dupla axel tanítani, de minden egyes új elemnek a megtanulása az hosszú idő. Például egy dupla axel, az egy nagy vízválasztó a gyerekeknél, az adott esetben 2 év. Uh-huh. És itt nagyon fontos az, hogy a kitartás, a türelem, a szorgalom, az akarat, hiszen nem minden megy egyik napról a másikra. És a pontozásnál, hogyha egy gyerek esik, akkor ugyanannyi pontlevonást kap, mint egy felnőtt? A kisebb kategóriákban csak 0,5 pontot vonnak, igen, a nagyobb kategóriákban pedig, ha valaki az első 2 esés 1-1 pont, a 3. esés meg a 4. esés már 2-2, tehát ott már növelik az esésnek a levonását. Tehát akkor a tolerancia egy darabig tart, utána pedig szuperponálódik, igen, akkor a történet. Igen. Kicsit meglepődtem, mert tulajdonképpen azt gondolom, hogy 6 éves korra azért elég magas követelményt kell a gyerekeknek elérni ahhoz. Hány olyan versenyzőtök van jelen pillanatban, és aztán kitekinthetünk a többi egyesületekre is majd, hogy milyenek a versenytársak. Tehát nektek a saját egyesületetekben hány olyan versenyzőtök van jelen pillanatban, aki mondjuk ebbe a 6 éves kategóriába sikeres? Én úgy gondolom, hogy ugye a tavalyi évet, ha nézzük, akkor a legkisebb kategóriákban több magyar bajnoki címet is nyertünk. Mi igyekszünk a kicsit a minőségre is a hangsúlyt fektetni, és inkább egy kategóriánként 1-2 gyerekkel foglalkozni, és nem arra törekedni, hogy 5-6-7-8 versenyzőnk legyen, mert
Ugye, hogy ilyen pici korban is már nagyon oda kell figyelni a versenyzőkre, így szeretünk, tehát én úgy gondolom, hogy a részletekre is nagyon oda kell figyelni. A legkisebbek, ez a 6-7 éves korosztályban négy versenyzőnk volt, volt egy 8 éves, tehát utána kategóriánként egy-egy versenyzőnk volt, 8 éves, 9 éves, 10 éves, 11 éves, és természetesen cél az, hogy picit növeljük a létszámot, de bizonyos határokon belül, hiszen itt van az, hogy a tehetségeket próbáljuk megtalálni, és az igazán tehetségesekkel foglalkozni. Olvastam az Egyesületnek a honlapján, a beköszöntőbe egy statisztikát, amit én most nem fogok tudni idézni, de ti egészen biztos tudni fogjátok, mert azt hiszem, hogy valahogy úgy kezdődött, hogy 146 versenyző, vagy 146 magyar, vagy érem, ebből nem tudom én hány bajnoki, hány versenykategóriába, hány korosztályba, hány versenyző. Nagyon-nagyon érdekes statisztikai adat volt. Pontosítanátok ezt most nekem? Legalább nagyjából. A tavalyi évben, ugye emlékszem... Igen, ez a 2017-18-as igen, évben volt mondva. Több mint 60-70 érmet nyertek a versenyzőink, és hát körülbelül a fele, illetve a kétharmada az aranyérem volt, hiszen nemzetközi versenyeken is igyekszünk minél többet részt venni, természetesen amennyit a szülők tudnak vállalni, hiszen azért egy nemzetközi verseny nagyon költséges, nagyon komoly nevezési díjak vannak. Annak köszönhetően, hogy az elmúlt években az SKS, az egyesületünk volt az egyik legeredményesebb, vagyis hát a legeredményesebb utánpótlás egyesület, így a szövetségtől, a Műkorcsolya Szövetségtől műhelytámogatásban részesültünk, ami nagyban segítette az egyesület munkáját, a versenyzőinket, és így lehetőségünk volt ugye nemzetközi versenyekre eljutni, hiszen fontos az, hogy egy kicsit lássák a nemzetközi szintet, lássák azt, hogy egy-egy versenyen, amikor talán egy adott esetben orosz versenyzővel találkoztak, és volt úgy, hogy meg is előztük őket, és a legmagasabb pontszámot kapta a versenyzőnk, akkor az egy kicsit biztatás is, hogy szorgalmas munkával, kitartással van értelmet csinálni, és hogy ahogy ha meg nem úgy sikerült, és sokkal erősebb versenyzőkkel találkoztak, akkor meg, hogy hova kell eljutni egy kis motivációnak. Úgyhogy büszkék vagyunk versenyzőinkre, hogy tényleg ennyi szép eredményt elértek, és hát bízunk benne, hogy a jövőben az edzői csapat, akik a gyerekekkel foglalkozik, továbbra is együttműködően jól dolgozik, akkor megtalálva a tehetséges versenyzőket még azért tudunk szép eredményeket felmutatni. És az egyesületben, az utánpótlás nevelésben milyen az arány a fiúk és a lányok között? Egyforma körülbelül, vagy pedig, vagy a lányoknak a javára billen? Nagyon is. Nagyon is? Igen. Nincs könnyű dolgunk, hiszen a jégkorong nagy részben elviszi a fiú versenyzőket. Ugye a TAO pénzeknek köszönhetően sokkal jobb lehetőségeket biztosítanak, és sokszor ez is szempont a szülők szempontjából, illetve az, hogy ott sok fiú egy csapatban együtt van a jégen, ez is egy húzóerő számukra, és itt nagyon sok a lány. De én azt gondolom, hogy ez a sport a fiúk számára is egy nagyon atletikus sport. Ha megnézzük az európai versenyzők közül, akár tényleg, akit már említettem, Alexei Jagugyin, Brian Zsubert, akik világbajnokok voltak, iszonyatosan sok, tehát nagyon nagy fizikai munkát igényel egy 4 perces férfi kűrnek a bemutatása, a triplák, 4 fordulatos ugrásoknak a végrehajtása. Lehet úgy a programokat összeállítani, hogy ez egy igenis egy férfias, erős program legyen, és mi bízunk benne, hogy azért a jövőben több szülő, hiszen ahogy említettük, azért egy kisgyereknél a szülő nagyon nagy szerepet játszik,
több szülő dönt úgy, hogy mégiscsak kipróbálják ezt a sportot, és akkor meglátják, hogy azért a fiúknak is nagy jövője van, hiszen éppen azért, hogy nagyon kevés a fiú versenyzők, sokkal több lehetőségük van. Cél a szövetség számára is, hogy több támogatásban is részesüljenek, úgyhogy mi bízunk benne, hogy lesznek is. Hát ez a beszélgetés is pont azért van, hogy egy kicsit fölhívjuk a nézőknek a figyelmét arra, hogyha van gyermek a közelben, akkor ez egy lehetséges sportág, és egy csodálatosan szép sportág egyébként, és most már nem is lehet fázni annyira, hiszen télen-nyáron fedett sportcsarnokok biztosítják az edzés lehetőségeket. Közben azon agyaltam, hogy körülbelül mennyi anyagi ráfordítás az a szülőknek, tehát hogyha tehetséges a gyerek és versenyekre járatják. Hát a szövetség nem rögtön kezdi el támogatni szerintem a gyerekeket, ahhoz egy nagyon jó nemzetközi szintet kell elérni, hogy a szövetség a zsebébe nyúljon. Ha nem, akkor javítsatok ki, de egyébként szóval a havi szinten ez milyen anyagi ráfordítás? Pláne, hogyha mondjuk bejön egy-két nemzetközi verseny is. Nehéz kérdés. Igen, semmiképpen sem könnyű a szülők számára. A Magyarországos Kocsijelző Szövetség mindent megpróbál, illetve igyekszik arra törekedni, hogy az egyesületeket segítsék. Ahogy említettem, a műhely támogatással az elmúlt években már nagy segítséget nyújtottak a versenyzőknek. A tavalyi évben indult, és hát bízunk benne, hogy az idei évben ez kicsit módosulva, de beindul az úgynevezett ilyen gyerekkorizni Sport 21 program, amivel pontosan ezt a legalsóbb jégiskola szintet igyekeznek támogatni, és ezáltal egy kicsit jobb feltételeket tudunk biztosítani, a kedvezőbb anyagi lehetőségeket a szülőknek. Azonban tény, hogy egy-egy versenynevezési díj az 15-20 ezer forint, és akkor nem beszéltünk még arról, hogy a korcsolyát nagyon gyorsan kinövik, amit sokszor évente cserélni kell, és azok is ugye legalább 100-150 ezer forintok már egy 10-12 éves válogatott versenyzőnek a számára, de én azt gondolom, hogy ott is adott esetben egy használt korcsolyával át lehet hidalni ezeket az anyagi nehézségeket. És én azt gondolom, hogy ha valaki megszereti ezt a sportot, az egyesületünk is azon van, illetve a szövetség is, hogy valamilyen módon megtartsuk a tehetséges versenyzőket, és segítsük őket. Elhangzott egy kulcsszó, aki megszereti ezt a sportot. De mikor szerettél bele? Én első pillanattól kezdve, hiszen amikor jégen voltam, ugye a Tiszaivárosban nagyon-nagyon hideg volt. Volt télen mínusz 20 fok is, és én inkább a jégen maradtam, mert hogyha kimentem melegedni, és utána visszajöttem, sokkal rosszabb volt, jobban fázott a lába, amikor már olvadt. Úgyhogy én azért is választottam ki, mert mindig jégen voltam, és én szerettem az ugrásokat, szerettem a forgásokat, amikor programjaim voltak, akkor szerettem azokat gyakorolni, tehát én első pillanattól kezdve megszerettem. Gyakorlatilag hamar megjött a sikerélmény. Igen, mondjad? Nagyon fontos tulajdonképpen ugye a korcsolyázásban az esztétika. Ez a testtartás az egyik komponens, nyilvánvalóan az akrobatika egy másik komponens, harmóniával egybeszőve, de van még egy olyan, amiről szeretnék kérdezni, az öltözék. A felnőtt korcsolyázásban ott egyértelműen, hogy nagyon sokat számít, akár a pontozó bíráknál is, akár a közönségnél ott is. Én úgy gondolom, hogy sokat számít. Ugye számít azért? Számít, hogy azért egy igen. Szubjektív befolyás, és a gyermekek, de gyermekkorosztályban ott is már az öltözködés befolyásoló tényező, vagy ott még egyelőre csak a teljesítmény számít? Akkor onnan indulnék, hogy a felnőtt versenyzőknek a ruhája, ugye nagyon esztétikus, rengeteg strasszkővel, csillogó kővel ki van díszítve, hogy nagy, hatalmas csarnokokba is szépen csillogjon. Ez tulajdonképpen vonzó a kis gyerekek számára, hogy majd ő is olyan szép csillogó ruhába, hercegnős ruhába szeretne jégre jönni. De én azt gondolom, hogy a kisebb korosztályokban aranyos legyen, én azt gondolom, nem kell millió követ rárakni, csak olyan kis bájos legyen, és hogyha megfelelően van varva az a ruha, jó helyre van a szoknya téve, a gyerek alkatának
illetve életkorának megfelelő, akkor lehet az egy egyszerűbb ruha is nagyszerű. És a végén, akkor befejezte a gyakorlatot, meghajol és mosolyog, ugye? Ez a legfontosabb. A balettről nem beszéltünk miközben, hiszen nagyon fontos a balett a jégnél, és a jó koreográfia. Igen. A koreográfiád, amikor te edzők foglalkoztak vele, hogy állt össze? Volt, amikor küzdöttél a koreográfia ellen? Bizony. Ellen nem. Nagyon-nagyon fontos része, hogy erről már beszéltünk. Én azt gondolom, hogy hálás lehetek, hogy olyan nagy nevű koreográfusokhoz eljuthattam, mint Tatjana Tarasova, Jevgenyi Platov, Nikolaj Morozov, Nina Petrenko, aki a olimpiai bajnok Viktor Petrenko felesége, és nagyon sokat tanultam tőlük, hogy hogyan kell egy programot összeállítani, és a kisebb versenyzőknél is mindig arra törekszünk, illetve nagyobb versenyzőknél is, ott már segítségem van, hiszen Elek Attila jégtáncosunk a lépésanyag összeállításába segít, a balettmester Gellén Anna a koreográfia díszítésében, Maros Barbara, aki korábban szintén magyar bajnok volt, szintén a kezek, a program előadásában nagyon sokat segít, tehát ahogy említettem, minden területen csapatmunkáról lehet beszélni. Ott arra törekszünk, hogy a zene az egyéniségnek megfelelő legyen, a korcsolyázó tudásának, hiszen nem mindegy, hogy mennyire gyors, lassú. Ha nagyon gyors a zene is, és nem tud olyan gyorsan korcsolyázni, akkor nem tudja kikorcsolyázni a zenét. A zenének a témája adott esetben, a hangulata, az az érettségének megfelelő zenének kell lennie, illetve az, hogy mennyire szereti azt a zenét a versenyző van. Tehát muszáj, tehát fontos szempont, hogy ő szeresse, tetszen neki, jól szívesen dolgozzon rajta, hiszen egy programot elkezdünk nyár közepén, nyár végén, ha a legkisebbekről beszélünk, és egészen tavaszig szinte minden nap van, úgyhogy naponta kétszer is gyakorolni kell, és még külön a teremben, meg balettmesterrel. Tehát fontos szempont az, hogy szeressék azt a zenét. Akkor innentől kezdve még érthetetlenebb számomra, hogy néha annyira faramúci zenét választanak a versenyzők, hogy azon gondolkodom, hogy azt a 4 perc, hogy azt hogy bírja ki a versenyzőt, hát ha még egy fél évet dolgozik arra a zenéken, tényleg van ilyen? Van ilyen, hiszen kerestük most nyáron is a zenéket, és egymással az edzők természetesen mindig megbeszéljük, Oliviát sokszor kérdezem, szerinted mi a véleményed, jól hangzik, és volt egy zene, ami nagyon tetszett, de amikor a jégen meghallgattuk, jött, és ez nagyon bántja a fülemet, ez a hegedű, szerintem ez nem jó. Tehát fontos az, hogy tényleg a nézőknek, a bíróknak tetszen, illetve fülbemászó zene legyen, szívesen hallgassa a néző. A végén tapsos legyen egy kicsit, hiszen a közönséget is bíztatni kell. Olivia, nagyon keveset esett a te korcsolya pályafutásodról szó. Milyen versenyző voltál? Én műkorcsolyázni kezdtem először, és egyébként a Julival egy csapatban is voltam, egy edzőnél voltunk, de aztán váltottam jégtáncra, és Berec Ilona a tanítványa voltam, néninél korcsolyáztam, és voltunk junior Grand Prix-on, junior világbajnokságra is kijutottam, úgyhogy volt egy kisebb karrierem, ami elég korán sajnos megszakadt. Minek tulajdonított, hogy megszakadt? Volt valami konkrét oka? 16 éves kamasz voltam, és tanultam, kevesebb idő jutott már a korcsolyázásra, versenyek nem úgy sikerültek, és én sajnos hamar feladtam. És akkor itt van a kulcs szó, hogy Juli meg ezzel szemben nem adta föl, hanem nagyon küzdősen végigvitte, tehát nagyon-nagyon kitartónak kell lenni. Tehát a korcsolyától nem szakadtál el, tehát, és a sikerek meg a sikerélménye az megmaradt, gondolom, egy életen keresztül, és szerelmes maradtál a korcsolyába, és egyéb pályád is van, méghozzá nem is akármilyen az edzés mellett, de azt gondolom, hogy ahhoz, hogy tényleg valaki nagyon ki tudja nőni magát, hihetetlen nagy kitartás kell, ami meg volt benned, Juli. Melyik volt a
most lehet mondani, hogy természetesen az Európa bajnoki éved volt a legnagyobb éved. Ettől függetlenül azt szeretted a legjobban, vagy pedig volt más külön, amit jobban szerettél? Tehát melyik a kedvenc időszakod saját karrieredből? Igazság szerint voltak nehéz időszakok, természetesen azokra kevésbé szívesen emlékszik vissza az ember, de az utánpótlás korosztályokban szinte minden programomra emlékszem. 9 évesen Stuttgartban egy nagy nemzetközi versenyre, a Heiko Fischer nemzetközi versenyre külön válogatót rendeztek Magyarországon, ahol a 10 éven aluliak kategóriájában én indulhattam, és torony magasan megnyertem azt a versenyt, és az nagyon egy emlékezetes verseny, amire később már, amikor világversenyekre jártam, és egy repülőn együtt utaztam egy svájci bírónővel, ő maga mondta, hogy ő emlékszik a 9 éves Julira azon a versenyen. Tehát, hogy már ott felhívtam egy kicsit magamra a figyelmet. Ugye természetesen az, hogy én már 13 évesen, akkor még a korhatár lejjebb volt, kijuthattam egy Európa-bajnokságra, ahol a 14. helyen végeztem, akkor még úgy utaztam ki, hogy szinte nem is tudtam, hogy hova megyek. Amikor a magyar bajnokság után, ahol Czako Krisztina mögött a második helyen végeztem, mondták nekem, hogy te mész az Európa-bajnokságra. Jó, nem tudtam mi az. És hát utána természetesen rácsodálkoztam, hogy telt ház, és azon a versenyen, a nézőtérén ott ült a Potov házaspár, és a futásom után mutatták is őket, a mai napig megvan a videón. Óriási. Tehát ez is egy emlékezetes időszak. Majd a 99-es Európa-bajnokság, ahol a 6. helyen végeztem, de a Kürben a második lettem. Arra nagyon emlékszem. Az is egy meghatározó magunkat, program, és utána ugye éveken keresztül ugye 14 Európa-bajnokságon indultam, és szerintem ez egyedülálló, tehát nagyon kevés olyan versenyző volt, aki ennyi éven keresztül az élmezőnybe tudott tartozni, és ugye az Európa-bajnokságokon a legjobb 10-be végeztem. És most már ugye Sonja Henny és Karolina Kosznerrel együtt mi hárman vagyunk, akik 4 téli olimpián, mint női versenyzők ott lehettünk. Tehát tényleg... Te voltál hosszú éveken keresztül a legsikeresebb magyar téli olimpiai versenyző. Európa-bajnokság, vagy a Salt Lake City téli olimpián, amit 2002-ben rendeztek, ott a 6. helyen álltam a rövid program után, és azért... Almási Zsuzsi eredményei óta ez volt az első, hiszen Czako Krisztina ugye 10-be tudott végezni, ugye az is egy hatalmas eredmény volt, és hát annak nagyon-nagyon örültünk. Végül a 8. helyen végeztem, de azt sose fogom elfelejteni, amikor a női verseny előtt rendezték a férfi versenyt, és a csarnok 22.000-es volt, és a tetejéről tudtuk mi nézni, és le is fotóztam, hogy úristen, a legjobb 6, és olyan izgalommal vártuk, és rá 4 napra én ugyanígy a legjobbak között a legjobb 6-ba melegíthettem. Tehát ennek akkor nagyon örültünk ennek az eredménynek, hiszen azért a mai mezőnyt is nézve nagyon nehéz a legjobbak közé bekerülni. Hát nagy a fejlődés, mert előbb, amikor egyik kérdésedben mondtad, hogy mi a kulcsszó. Nekem rögtön eszembe jutott, amikor először én jégre léptem, korcsolya kulcs volt a kezemben, és úgy szereltem föl, a mai gyerekek ma azt se tudják, hogy mi volt régen. Igen. Hogy kellett mindenképpen, amikor először a Városligetben, a műjégpályán bérelni lehetett korcsolyát. Igen. Mentem a cipőt, korcsolyát, kulcsa rögzítettem, édesanyám tartotta a kulcsot, és aztán amikor levettem, ő visszavitte szépen a bérelt korcsolyát, és egyszer csak a korcsolya kulcsot odaadták nekem ajándékba, még ma is megvan. Erről jutott eszembe, igen, bocsánat. Ez egy hagyaték. A kulcskérdés. Édesapám mesélte, hogy ő csak befagyott tavon télen korcsolyázott, és
ugye nekik még ilyen cipőre szerelhető korcsolyáik volt, és hogy leszakadt a cipő sarka, és hát bizony nem örültek neki otthon. Tehát, és ez hány gyerekkel előfordult egyébként, ugye, mert pont az arra csatos dolgo, igen. Aztán később jött, amikor szíjjal lehetett fölkötni, de előtte tényleg az volt, hogy ilyen kis kampok voltak, meg, és be kellett kurblézni azt a korcsolyát. Tehát nem egy cipő kimélő történet volt. Hát ezen a hőskoron már nagyon-nagyon túl vagyunk. Hol érdemes a gyerekeknek vásárolni, vagy azok, amiket így lehet kapni? És akkor most visszatérünk egy picit az edzőkhöz, hiszen szeretnénk, hogyha lennének még Sebestyén Juliaink, meg Lalátkó Oliviáink, sok sikerélménnyel. Tehát mindegy, hogy hol mit vásárolnak a szülők a gyerekeknek, csak fröccsöntött legyen, vagy bőr legyen, tanács valami hirtelenjébe, hiszen kezdődik a korcsolya szezon. És azért az embereknek a fejében még mindig az van, hogy télen korcsolyázunk. Nem semmiképpen se vásároljanak mindenütt. Én ezzel nagyon küzdök, hogy megfelelő korcsolya speciális boltba vásárolják meg az első műkorcsolyájukat. Én azt szoktam mondani, hogy próbálják ki először műanyag korcsolyában, mert sokkal nagyobb a sikerélmény. A fröccsöntött műanyag korcsolya. Igen, egy műkorcsolyában már azért nehezebb, sokszor leakad a spicce, nagyot lehet eleinte esni benne. Viszont minél hamarabb cseréljünk, hogyha tetszik a sport, mert akkor utána jobban tudunk műkorcsolyában dolgozni. Az első alkalomkor még azért a bicegésbe jobban megtámaszt a műanyag korcsolyam. Kiegészítendő? Én a versenyzőknek is azt javaslom, hogy természetesen mikor az eladó azt javasolja, hogy ez a korcsolya a duplákhoz való, és ez már egy keményebb cipő, és szükség van rá, nem feltétlenül kell a legdrágább és a legkeményebb cipőket megvásárolni, hiszen sokszor bebizonyosodott, hogy egy egyszerűbb korcsolyában is nagyszerű eredményeket lehet elérni, és volt, amikor úgy csodálkozva néztük az orosz versenyzőknek a korcsolyáját, hogy bizony már nincs olyan hely rajta, ahol ne lenne toldozva, foldozva, és olyan puha már, mint az okni, de természetesen oda kell figyelni arra, hogy egy picivel nagyobbat vesznek, akkor van még hely, hogy gyorsan nő a lábuk, nem fogják azonnal kinőni. Nem lehet sokkal nagyobbat se venni, mert már olyanra is volt példa, hogy egy év után derült ki, hogy 3 számmal nagyobb a korcsolya. Ugyanakkor olyanra is volt már példa, hogy nem mindegy, hogy milyen széles a gyerekeknek a lába, hogy hozban jó a cipő, mégis kicsi, nyom, feltörte, és kiderült, hogy szélesebb korcsolyára van szükség, hiszen ugye van szélességben is különböző méret. De nagyon sok szempontra oda kell figyelni, és mindig azt kérem a szülőket, hogy mielőtt új korcsolyát vásárolnak, előtte egyeztessünk, illetve még egy nagyon fontos szempont, hogy nem mindegy, hogy milyen időszakba cserélnek, hiszen közvetlenül versenyek előtt az nagyon veszélyes, hiszen kell egy 2-3 hét, mire kényelmes lesz, úgy betörik a korcsolya, megszokják, tehát azért sem az, hogy milyen korcsolyát, sem az, hogy mikor cserélnek, tehát ez egy fontos szempont. Utolsó kérdést, és csak nagyon röviden, mit vártok az idei szezontól saját gyerekeitek versenyzése szempontjából és a magyar felnőtt mezőny szempontjából? Én mindig azt szoktam mondani, hogy az elmúlt évhez képest fejlődést mutatnak, az már egy siker. Mindenki a saját tudásának, tempójának megfelelően kell, hogy fejlődjön. Természetesen cél, hogy minél jobb eredményeket érjenek el, de ha adott esetben az nem egy aranyérem, csak egy ezüstérem, annak ugyanúgy tudunk örülni. És az a fontos, hogy ezt élvezettel csinálják, szeressék a korcsolyát, hiszen szeretnénk hosszú távra gondolni és tervezni, és bízunk benne, hogy minden versenyzőnk megtalálja ebbe a sportba az örömét és a célját. Mint ahogy megtalálta Sebestyén Júlia, és egy ideig megtalálta benne Lalátka Olivia is, aki junior, illetve utánpótlás edző a Sebestyén Korcsolya Sport Egyesületnél.
amelynek vezetője Sebestyén Júlia, akinek köszönjük a sikereket, köszönjük az örömöket, amelyeket megélhettünk a versenyek alkalmával, és köszönjük, hogy itt voltál most nálunk. Köszönjük szépen. Köszönjük, hogy együtt lehettünk. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, jövő héten Takács Tibor várja önöket, én pedig két hét múlva találkozhatunk újra önökkel, viszontlátásra. Műsorunk támogatói, Munerisz Konzorcium, Ebel tervezőiroda.